Idén hetedik alkalommal rendeztek motivációs beszédet a Pécsi Egyetem orvoskarán. Az angol-német hallgatói önkormányzat korábban neves előadókat hívott meg. Most is itt tettek, ugyanis Angel Jufria beszélgetett az egyetemistákkal. A vendég a fogyatékkal élők egyik nagy szószólója Hollywoodban. I am... Színésznő előadó vagyok. Olyan témákról szoktam beszélni, mint a fogyatékosság bemutatása és a technológia ezen a területen. Én is fogyatékossággal a bal alkarom nélkül születtem, mégis egész életemben színészként dolgoztam. De többek között filmek, televíziós műsorok, videójátékok, képregények és novellák készítésében is részt veszek. A világ egyik legkorszerűbb protézisét viselem, ami piacra került. A figyelemfelhívó beszélgetés célja a leendő orvosok érzik egy empatikus és befogadó társadalom megteremtése. Előadásában elsősorban arra szeretne rávilágítani, hogy miként kovácsoljunk hátrányainkból előnyt. Az egyetem angol-német hallgatói önkormányzatának meghívására érkeztem Pécsre, hogy tartsak egy motivációs beszédet a hallgatóknak. Arról beszélgettünk, hogy nekem, mint testi fogyatékkal élőnek milyen tapasztalataim, problémáim voltak az életem során, hogy a gondozók, ápolók mennyi mindent tettek meg értem, és azért, hogy színésznő lehessek. Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról azokkal, akik az életünk részei. Angel egyébként nagy hangsúlyt fektet az elfogadásra, a sokszínűségre és a toleranciára, ezért több ízben is felszólalt már hasonló nyilvános beszédei során. Ezek mellett pedig a technológiai kérdésekben is jártas, köszönhetően a csúcs technológiás bionikus karnak, amit visel, így ezekben a kérdésekben is szívesen áll a hallgatók rendelkezésére.